Az ország bizonyos részein szinte állandó ágyúzás közepette, romos utcákon áthaladva tértek vissza az iskolákba az ukrán gyerekek. Az orosz invázió az iskolákat sem kíméli, több mint 2100 rongálódott meg, de ezekből néhányat sikerült helyreállítani a tanév kezdetére. Az iskolákban föld alatti bunkereket alakítottak ki, és további óvintézkedéseket is tesznek. Például a tanulókkal gyakoroltatják az iskola kiürítését. Egy a Kijev szomszédságában lévő Irpinyben lévő kadétiskolába Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is ellátogatott. A gázmaszk használatát gyakorló kadétok egyike arról beszélt, hogy a háború a jövőre vonatkozóan is mindent megváltoztatott. Az orosz invázió előtt azt terveztem, hogy jogász leszek és egy ukrán egyetemen tanulok, bár lett volna lehetőségem tanulni külföldön is, sajnos azonban minden megváltozott. Szeretem és mindig is szerettem a hazámat, így most követni akarom apámat, aki a hadseregben szolgált és 2014-ben Ukrajnáért harcolt, mondta Jaroszláv, aki a vezeték nevét nem adta meg. A fiú és társai diplomájuk megszerzése után csatlakozhatnak az ukrán hadsereghez. A 6 hónapja tartó háborúban az ukrán fiatalok máshol is megtanultak alkalmazkodni a körülményekhez. Nem kérdés azonban, hogy a normális gyermekkortól az orosz invázió megfosztotta őket.